Szeretettel köszöntök mindenkit, Timár Borbála vagyok, a Televele Média Pedagógiai Műhelye Egyesület tagja, és ezen a webináriumon egy új tananyagcsomagról fogok beszélni, amit a kollégámmal, Tisza Gézával ketten fejlesztettünk. Az Informatikai Vállalkozások Szövetségével együtt az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásával kifejezetten a digitális témáit pedagógus közössége számára. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a digitális témahéten a média tudatosságnak is fontos szerepe legyen, és én különösen örülök, hogy a három alkalmas webinárium sorozatot ezzel az alsó tagozatos csomaggal kezdhetem, és egyáltalán lehetőségünk volt alsó tagozatos médiafoglalkozásokat fejleszteni. Ennek a korosztálynak ugyanis különösen nagy szüksége van arra, hogy foglalkozzon a média világával, és az ő számukra nagyon kevés tananyag áll rendelkezésre. Nem tudom, hogy hányan vannak, akik ismerik a Televele Egyesület működését, annyit nagyon röviden elmondanénk magunkról, hogy 10 éves az egyesületünk, és mi voltunk azok, akik a kiskori, kifejezetten a kiskori óvodás és kisiskolaskori média neveléssel elkezdtünk Magyarországon foglalkozni, és azóta tartunk és fejlesztünk gyerekfoglalkozásokat, tanári tréningeket, szülői csoportokat, és a foglalkozásaink legfontosabb jellemzője az, hogy a gyerekek valós média élményeiből indulunk ki, és ez egy nagyon más megközelítés, mint általában a szokott, majd a foglalkozások részletes bemutatásakor ezt erről majd még sokkal többet fogok beszélni. A Médiapakt tananyagcsomag 3 korosztály számára készült, ugye a mai alkalommal az alsó tagozatról fogunk beszélni. Korosztályonként 3x90 perces foglalkozás van, minden foglalkozáshoz tartozik egy külön erre a célra készített oktatóvideó, és a Televele szokása szerint az összes segédanyag is együtt érkezik egy csomagban. A televele.hu/médiapak oldalról letölthető, illetve ott a foglalkozásvázlatokat önmagukban is meg lehet nézni. A csomagnak nagyon fontos jellemzője az, hogy mobileszköz fókuszú, ugye ez a korosztály a leginkább érintőképernyős eszközön éri el az internetet, és erről nagyon kevés tudásunk van, hogy ők mennyire okosan és biztonságosan használják ezeket az eszközöket, és szükségük van arra, hogy erről gondolkodjanak, erre reflektáljanak és feldolgozzák a mobilmédia használattal kapcsolatos élményeiket is. Ezek a foglalkozások tevékenységközpontúak, és már ebben a kicsi korban is a kritikai gondolkodást fejlesztik, illetve az életkornak megfelelő médiaismeretet is tartalmaznak ezek a tananyagok, és erre is fogok majd utalni közben, hogy hogyan készíti elő az idősebb korosztály tudásanyagát ez a csomag. Az alsó tagozat az azt jelenti, hogy alapvetően harmadik-negyedik év folyamosok számára készült ez a csomag. Az első-másodikosok néhány feladatot megcsinálhatnak a csomagból. A foglalkozásban van is ajánlatunk arra, hogy melyikből, de nyugodtan lehet belőlük mazsolázni. Ez az alsós tananyagcsomag 3 foglalkozásának a témája. Ezek nincs, a csomagban leírtuk a sorrendjüket, de ez egyrészt nem kötelező sorrend, másrészt nem is muszáj mind a 3 foglalkozást megtartani, azt mindenképp javasoljuk, hogy a 90 perces az legyen megtartva, de hogy nem muszáj mind a 3 témát. Ezek majd meg fogják látni közben, hogy elég szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Mindegyiknek az a legfontosabb témája, a legfontosabb megtanulnivalója, hogy hogyan válasszunk tudatosan a magunk számára tartalmat. Ugye ez a korosztály elsődlegesen filmeket, a YouTube-ról és játékokat. A
online alkalmazásboltokból, és mind a három téma valamilyen módon azt járja körül, hogy már ilyen kicsi korban is a szűrésnek, a tudatos kritikus használatnak milyen lehetőségei vannak. Az első foglalkozás a korosztályos tartalmak, a korhatárbesorolás, illetve egy kicsit ide bevittük a média erőszak, az ijesztő média tartalmak feldolgozásának a témáját. A reklámos foglalkozás az arra fókuszál, hogy ebben a megváltozott új médiás, internetes környezetben hogyan változik a reklám, és hogyan tudják ők felismerni, illetve általánosságban az, hogy a reklám, ami körülöttünk mindenhol ott van, hogyan tudatosítsák azt, hogy mindenütt ott van. Ugye vannak erre kutatások, hogy a gyerekeknek mekkora beleszólásuk van a család vásárlásaiba, és ezért a reklámok, minden reklám őket célozza nagyon erősen. Tehát a tudatos vásárlásra nevelés és a kritikus befogadás, ez nagyon fontos ebben a kiskorban is. És az utolsó téma, akkor ez olyan, amivel én nem is tudom, hogy valaha valaki foglalkozott-e már, ez a tudatos alkalmazás választásnak a szempontjai. Ugye nem csak, hogy a gyerekek érintőképernyős eszközön férnek hozzá az internethez, de nagyon sok mindenkinek van saját eszköze, illetve aki nem a saját eszközén éri el, az is nagyon sokszor önállóan választ magának alkalmazást, és ennek a szempontjai, ami már egy nagyon tudatos médiaértést és a médiarendszer működését is igényli, erről szól az utolsó foglalkozás. Nagyon fontos az, hogy noha a digitális témahét keretében vagyunk, ez egy szándékos döntés volt a részünkről, hogy az alsó tagozatos foglalkozásban egyáltalán nem használunk digitális eszközöket, papíralapú eszközöket, majd látni fogják, hogy rengeteget rajzolunk, szerepjáték van, és számos nagyon érdekes, izgalmas feladat, de szándékoltan papíralapon azért, hogy lehetőség legyen eltávolodni egy kicsit a digitális eszközöktől, és ezzel is a reflexiót segíteni. A néhány gyakorlati kérdés, ezekből egy párat már elmondtam. Az nagyon fontos, igen, kettőt nem mondtam el, hogy a példákat a tanár szabadon cserélheti. Ugye ezeknek a tananyagoknak a legnagyobb problémája az, hogy nagyon gyorsan avul a tartalmuk. A legutóbbi alsósoknak szóló televelés tananyag a mopednek az alsó tagozatos része az 2012-ben készült, és a példaanyaga az teljesen elavult már, és nagyon keveset foglalkozik az internettel. Folyamatosan újítanunk kell ezeket, tehát minden feladatnál a tanárnak akár a gyerekek érdeklődéséhez szabva van lehetősége kicserélni a témákat. És ez is egy nagyon fontos kérdés, erről most nem fogok sokat beszélni, de hogy ezeknél az élményközpontú, önálló érzéseket és gondolatokat bemutató, nagyon erősen szubjektív foglalkozásoknál fontos, hogy a tanár itt nem elsősorban tudását adó, hanem facilitátor szerepben van, és ennek a kicsiknél a legfontosabb jellemzője az, hogy nem tesz kritikus lekicsinylő megjegyzéseket, különösen nem a gyerekek szubjektív kedvenceivel kapcsolatban, mert ezzel elbátortalanítjuk őket, és a cél itt nem az ízlésnevelés, hanem a tudatos használatnak a fejlesztése, és ugye az ízlés az szubjektív dolog, de mégis azt képzeljük, hogyha képes tudatos szempontok alapján rátekinteni a saját média használatára és vizsgálni, akkor azzal a minőségi média fogyasztás felé is tesz egy lépést. És akkor a továbbiakban egyenként végig fogok menni mind a három foglalkozáson, be fogom mutatni a feladatokat, tehát valamilyen módon ez egy ilyen konkrét felkészítés lesz ezeknek a foglalkozásoknak a megtartására. Az első foglalkozás az a tudatos alkalmazás választás mobileszközre. A foglalkozás célja az, hogy segítsen a médiatartalmak közötti választásban, illetve a jó és rossz média élmények feldolgozásában, ez csak nagyon korlátozottan érinti ez a téma. Alkalmazás és tartalomválasztás szempontjai nagyon fontosak. A rajzolás és a beszélgetés ebben a foglalkozásban elsősorban
az élményfeldolgozás módszere, és nagyon nagy szerepe van annak, hogy a média használattal kapcsolatos szubjektív érzéseket legyen lehetősége a gyerekeknek megélni, kiélni, mert ez fogja elindítani azt, hogy képesek legyenek beszélni a média élményeikről, és a későbbiekben ezt teszi majd azt lehetővé egyrészt, hogy tudatosak legyenek, másrészt azt, hogyha problémával szembesülnek, vagy valami rossz történik, akkor arról is képesek legyenek beszélni. Két ráhangoló feladattal indul ez a foglalkozás. Bocsánat. Az első az a Maradjálva 6 című felvezető feladat. Ez nagyon egyszerűen csak annyi, hogy a csoport média használati szokásait mérjük föl, különböző állításokat kell mondani a tanárnak. És akkor így már fölmérheti a gyerek azt, hogy miben hasonlít ő, és miben különbözik a többiektől a média használati szokásai tekintetében. A kérdések a saját eszközökre, illetve a szülői kontrollra vonatkoznak, ami ugye ebben a csoportban nagyon fontos, és fontos azért is, mert ez a foglalkozás éppen a saját kontrollt szeretné erősíteni, és a szülővel való kommunikációra ezen a fronton nem fogunk többet rá kérdezni. Akkor következik a mi mindenre használjuk a telefonunkat című feladat, ahol azt vizsgáljuk, hogy hogy az online és offline világban mi mindenre milyen fontos segédeszközeink vannak, illetve a mobiltelefonon milyen hasznos eszközök állnak rendelkezésünkre, illetve itt még egy pillanatra visszautalunk a felnőttekre, hogy mi a különbség a felnőttek és a gyerekek média használata között. Itt csoportosítaniuk kell a képen látható logók alapján azonosított mobil alkalmazás funkciókat, hogy mit használnak a felnőttek és mit használnak a gyerekek, és még egy ilyen gyakorisági sorrendet is fel kell állítaniuk. És akkor erről elkezdhetünk egy kicsit beszélni, hogy miben különbözik a szülők és a gyerekek média használata. Az utána következő feladat az a telefon rajzolása. Ebben a feladatban a tanár ilyen a képen látható üres mobiltelefon formákat oszt szét, és a gyerekeknek az a feladatuk, hogy képzeletben berendezzék appokkal ezt a telefont. A feladat felvezetése az, hogy egy barátod most kapott telefont, és téged kér meg, hogy segítsed kitalálni neki, hogy milyen alkalmazásokat tegyen rá mindenképpen, illetve hogyha neked még nincs telefonod, és most kapnál egyet, akkor mik azok, amiket rátennél. A tapasztalat egyébként az, hogy a legtöbb harmadik, negyedikes osztályban az első verzió az az életszerűbb. És az alkotó folyamatot követően mindig nagyon fontos az élményfeldolgozás módszertanában a megbeszélés, mert ez alapján rendszerezzük a tudásunkat, megfogalmazzuk, hogy mi az, hogy alkalmazás, beszélünk arról, hogy hogyan kerül a telefonra az alkalmazás, illetve megfogalmazzuk az önálló véleményünket. Itt a gyerekek egymásnak is, tehát aki akarja, bemutathatja a saját telefonját, és így egymásnak is bemutathatják a saját érdeklődési köröket. És így nagyon érdekes hozadéka ennek a feladatnak az, hogy egy nagyon szoros pozitív viszony alakul ki a rajzolt telefonok és a gyerekek között. A rajzolt telefonhoz olyasmi intenzív viszony, majdhogy nem olyan viszony kezdi fűzni, mint amilyen bennünket is fűz a telefonunkhoz. Én el szoktam kérni ezeket a rajzokat azért, hogy tudjam dokumentálni a foglalkozást, de a telefonokat, azokat sose kérhettem el, azt mindenki szeretné a sajátját megőrizni, és volt már olyan csoport, ahol kialakult egy spontán szerepjáték a telefonnal való játék után, amit természetesen, ha így történik, akkor azt támogatni kell akár az időnek a rovására is.
Itt következik az oktató videó, az fontos, hogy az oktató videó az nagyon tudatosan be van építve a foglalkozásba, és van, hogy a foglalkozás elején van, de nem mindig. Itt azért erre a pontra tettünk, mert most térünk át a második részére ennek a 90 perces foglalkozásnak, az alkalmazás boltból való vásárlásra. Ez az oktató videó azt magyarázza el, hogy hogyan működik az appok letöltése, és három szempontra hívja föl a gyerekek figyelmét, mert azt gondoltuk, hogy ez az a három, amit már értenek, és ami nagyon sokat segít a döntésben. A reklámra, tehát az alkalmazáson belül megjelenő reklámra, az alkalmazáson belüli vásárlásokra, illetve a személyes adatok kérdésére, amiről még csak ebben a korosztályban még nagyon keveset fogunk egyébként beszélni. Az oktató videó megnézése után két feladat következik, ami mind a kettő azt szolgálja, hogy stilizált felületen ugyan, de megismerkedjünk azzal, hogy milyen szempontot, hogyan néz ki egy alkalmazás választó felület, milyen információk vannak rajta, és hogyan tudunk ezekből tájékozódni arról, hogy szükségünk van erre az alkalmazásra vagy sem. Ennek ugye felnőtteknél is két szempontja van. Az egyik az, hogy tetszik-e, hasznosak tartjuk-e, fogunk-e vele játszani, a másik pedig a biztonságnak a szempontja. A gyerekek két csoportban 3-3 alkalmazást kapnak, tehát összesen 6 ilyen lapunk van, mint ami a prezentáción látható. A lányoknak rajzprogram, a fiúknak autóversenyes, de természetesen másfajta eloszlás is lehetséges. És ezek egy kicsit különböznek egymástól. Nem tudom, hogy mennyire látszik a prezentáción, hogy megpróbáltuk valamelyest nem pontosan, de visszaadni azt a felületet, amit a online alkalmazás választáskor látunk. Vannak képernyőképek, vannak a felhasználók ajánlásai, ott van, hogy mennyi letöltés volt, és kiderül, ez mint egy szövegértés feladatból kiderül az ára, hogy vannak-e benne reklámok, és a többi. És akkor úgy dolgozzák föl a gyerekek, hogy ezt a baloldali szöveg a négy szempontjából mindenki egyet választ, és azt megnézi, és ennek alapján csak annyi a feladatuk, hogy válasszanak, hogy melyik alkalmazást történik le, és miért. És akkor ennek a feladatnak a lezárása, illetve az egész foglalkozásnak a vége az az, hogy mindenki megrajzolhatja a saját alkalmazását, egy elképzelt a mobil alkalmazást, és ki is töltheti hozzá az alkalmazásboltban az adatokat, ezáltal már tudatos, reflektív döntéseket hozva, és ezen a lapon alul a letöltés az üres, és akkor a végén, amikor mindenki megrajzolta a saját alkalmazását, akkor kirakjuk a falra, és lehet szavazni egymásére, vagyis letölteni egymásét, és utána meg lehet beszélni azt, hogy melyik volt a legnépszerűbb, és miért. Ez egy nagyon, de amikor kipróbáltuk, ez egy nagyon jól működő feladat volt. A második foglalkozás a korosztályos tartalmak, ez szól a korhatár besorolásról. A célja az az, hogy a gyerekek a saját médiaélményeikből kiindulva képesek legyenek már ebben a korban is önálló döntéseket hozni, illetve képesek legyenek az ízlésükkel, értékítéletükkel kapcsolatos készségeket fejleszteni. Ahogy az előző foglalkozásban a médiarendszer működéséről kaptak némi ismereteket arra a kérdésre válaszolva, hogy hogyan kerül a telefonunkra az alkalmazás. Itt a média nyelvével foglalkozunk a korosztály számára érthető és érdekes módon a becsapós perspektívával a média erőszak témaköre kapcsán. A felvezető feladat a Média kedvencek és képernyőidő című feladat, ez egy ilyen linzerjáték, tehát amikor párosan két körbe mennek és egymásnak mesélik el, két rajzot, illetve vagy ábrát és feliratot kell készíteniük, egy általuk kedvelt média tartalom és egy olyan tartalom, amit valami miatt nem szeretnek, vagy valami rossz élmény
fűzi őket hozzá, és akkor erről elkezdünk beszélni, és aztán a képernyőidő fogalmát is bevezetjük. Itt rögtön az elején a felvezető játék után megjelenik az oktató videó, aminek a fő témája a szülő-gyerek kommunikáció, annak a megértése, hogy milyen szerepe van a szülőknek abban, hogy segítsenek nekünk abban, hogy hogyan uralkodjunk a saját média használatunkon, és már felvezeti azt a két témát, amiről a foglalkozás szólni fog. Egyrészt az időbeli korlátot, a képernyőidőt, másrészt a tartalombeli korlátot. Egyébként a szülőknek adunk média nevelési tanácsokat, akkor is ez a két szempont, aminek a mentén a korlátokról lehet beszélni, az idő és a tartalom szempontja. Ezen a foglalkozáson a gyerekek megismerkednek a korhatárbesorolás jeleivel, részben a filmes vagy televíziós korhatárbesorolással, részben a számítógépes játékokhoz kapcsolódó PEGI rendszerrel, és a rövid tanári előadás után önállóan, illetve hát közös munkában megpróbálunk négy film részletet besorolni. Elsősorban az a célunk ezzel, hogy megfogalmazzuk azt, hogy mi tesz valamilyen tartalmat ijesztővé, illetve hogy milyen megjelenései vannak a filmbeli erőszaknak. Az első videó az a Narnia krónikáiból származik, amit 12-es karikával vetítenek, és pont ebben a részben van egyetlen elég durva rész, egy fejlevágás, de hát ott nem folyik a vér, illetve nem látjuk utána a következményeket, tehát ezért nem magasabb korhatár, mint 12-es. A következő az a Power Rangers, ahol nagyon szépen be lehet mutatni, hogy itt mennyire nem kell félni az erőszaktól, mert hogy egyenlenség van, és nagyon sok jó, és hogy nagyon lassú az egész, nagyon lassan történnek az események, és elég nyilvánvaló, hogy a jövők győzni fognak. A Ninjago az arra példa, hogy a rajzfilmes erőszak, hogy a rajzfilmen a sokkal durvább dolgokat is be lehet mutatni, ami élő szereplőseknél esetleg nem menne, tehát itt hiába történnek vadabb dolgok, erősebb az agresszió attól, hogy rajzolva van, ez visszavesz belőle. És akkor az utolsó példa a Bud Spencer Terence Hill-nak az elsődleges mondani valója az, hogy vigyáznunk kell a filmbeli erőszak megnézésével, mert hogy itt pont a Bud Spencer Terence Hill arra nagyon jó példa, hogy egyáltalán nem látjuk az erőszak valós következményeit soha. És egyébként ez az, ami miatt a szakemberek a kicsiket nagyon óvják az erőszakos médiatartalmakról, de ugye tudjuk azt, hogy a gyerekek ezt nem tudják elkerülni. És akkor az ijesztő médiatartalmak földolgozására egy médiaszöveg alkotási gyakorlatot terveztünk, ami szintén nem adunk a gyerekek kezébe digitális eszközt a feladat során, hanem három lépésben eljutatjuk őket addig, ami ezeken a fotókon látható. A foglalkozásra minden gyereknek be kell hoznia egy szőrös állatot, és az első feladat az, hogy a párjával beszélgetve a fantáziája segítségével meg kell animálni ezt a szőrös állatot, el kell képzelni, hogy milyen lenne ő, ha egy szörnyeteg lenne, hogy járna, milyen hangot adna ki, mivel táplálkozna, stb. Stb. Akkor utána következik egy feladat, ami azt szimulálja, hogy a CGI, tehát a számítógépes grafika hogyan mozgatja meg ezeket az ijesztő szörnyeket, és a gyerekek bújnak a különböző érzések, nem ijesztő, hanem mindenféle egyéb érzés képébe, és a testükkel kell érzéseket bemutatniuk, és utána pedig mutatunk nekik néhány képet erről a becsapós perspektíváról, és arra kérjük őket is, hogy tervezzenek meg ilyen képeket, amiket aztán a csoport méretétől függően akár a tanár le is fotózhat. Ez egyébként nem kizárt, hogy ezt a foglalkozást érdemes pont emiatt a feladat miatt kisebb csoportban végezni, vagy hogy esetleg több pedagógus is bent legyen, és akkor kis csoportonként tud a tanár valakivel
dolgozni, a gyerekek használhatnak hozzá, tehát vagy a kezüket használhatják, és így megpróbálhatják megnézni a keretet, amin belül ez a becsapós perspektíva létrejön, vagy WC-papírgurigát használhatnak hozzá, illetve aztán a tanár segítségével elkészülhetnek ezek a fotók is. A harmadik foglalkozásnak az a címe, hogy reklámok körülöttünk és a körülöttünk lévő reklámokról fog szólni. A reklám céljának és hatásának a vizsgálata a korosztály érdeklődéséhez és elvárható ismereteihez kapcsolódva. Nagyon fontos az, hogy mi a reklám és mi a nem reklám, ezt a legkisebb kortól el kell kezdeni tanítani, ez sokszor még nekünk felnőtteknek is nehéz, hogyha olyan új környezetben találkozunk a reklámmal, ahol eddig nem. A nagyoknál az influencer marketinget szoktuk ebből a szempontból bemutatni, és azzal, hogy megismertetjük a gyerekeket a reklám céljával és hatásmechanizmusával, ezzel fölkészíthetjük már őket a tudatos vásárlói magatartásra, illetve arra, hogy nekik is felelősségük van a vásárlói döntések meghozatalában, és ez a foglalkozás úgy kapcsolódik a másik kettőhöz, hogy itt is a online szűrés a fontos, tehát azt, hogy hogyan találjuk meg a minket érdeklő tartalmakat, és hogyan próbáljuk meg figyelmen kívül hagyni azokat, amiket valami miatt vagy nem érdekesnek, vagy rossznak tartunk a saját számunkra. A feladat szinte, a foglalkozás szinte egy felvezető feladattal kezdődik, a reklámmal kapcsolatos saját élmények és tudás felidézésével néhány alapfogalmat tisztázunk, a termék és a márka elkülönítése ebben a korosztályban olyan módon, hogy a terméket és a logót vagy a figurát különítjük el egymástól, tehát a Milka tehenet meg a csokit, a Ronald McDonaldot a hamburgertől, és így tovább. Akkor utána következik szintén egy nagyon jó feladat, amit én nagyon szeretek. Készítettünk egy színezőt, ezt A3-as méretben kell kinyomtatni, és csoportmunkában dolgoznak rajta a gyerekek, úgyhogy felosztják egymás között a képet nagyjából négy részre, és megkeresik rajta a reklámfelületeket. Ehhez a rajzolós feladathoz egyébként kapcsolódik előtte néhány felvezető feladat, amivel a reklámfelület fogalmát definiáljuk, illetve megmutatjuk, hogy mennyiféle reklámfelület lehetséges. És akkor a gyerekek a feladat során, erre nagyon hosszú idő van hagyva erre a feladatra, mert az a cél, hogy hosszas elmélyült munkával keressék meg a lapon a reklámfelületeket, és rajzoljanak rájuk reklámokat, olyan reklámokat, amiket ismernek, vagy amik eszükbe jutnak. És a feladat másik hozadéka az, hogy remélhetőleg a rajzolás közben kialakul egy spontán beszélgetés a gyerekek között a saját reklámélményeikről, és ezt már az előadás legelején mondtam, hogy ez az egyik legfontosabb módja annak, hogy a kicsiket tudatos média használatra neveljük, hogy megtanítsuk őket, hogy az ember hogyan beszél a médiáról, hogyan beszélünk médiaszövegekről, hogyan beszélünk reklámokról, és ideális esetben a rajzolás közben kialakul egy olyan nyugodt és spontán légkör, ahol mindenki szabadon megoszthatja a véleményét a reklámokról, mert ez ugye mindenkinek van. És az instrukció az, hogy a tanár sétáljon is körbe, és figyelje ezeket a beszélgetéseket, és hallgasson bele, és ha úgy tetszik, akár egy kicsit facilitáló jelleggel bele is szólhat, minden esetre információt szerezhet arról, hogy a gyerekek hogyan viszonyulnak a reklámhoz. Egyébként az időtől meg a csoport kedvétől függően lehet javasolni, hogy az egész képet kiszínezzük, vagy csak a reklámokat rajzoljuk bele. Ezután következik az oktató videó, ami a reklámfelületek és a mindenütt jelenlévő reklám után a reklám működésére helyezi a hangsúlyt, és néhány alapfogalmat próbál meg bemutatni, elsősorban a célcsoport fogalmát, és aztán felerősítjük azt a brand különböző jellemzőinek, a szlogennek, a logónak, a figurának
a színeknek és a dallamnak a szerepét. És akkor utána következik egy média szöveg alkotási gyakorlat, aminek az a címe, hogy a reklám, mint varázsszöveg, és itt egy szerepjáték van. A szerepjáték során a reklámfilmet, egy reklámfilmet mutatnak be a gyerekek, egy ismert, tehát valamilyen mesében szereplő, vagy pedig egy kitalált, elképzelt varázseszközről. Ehhez kaphatnak kreatív segítséget is, tehát hogyha elég időnk van a fölkészülésre, akkor a varázseszközt mindenképpen el kell készíteniük, és be kell mutatniuk a reklámban, de még számos más jelmezt, meg ehhez hasonlókat is kitalálhatnak hozzá. És a célja ennek a feladatnak az az, hogy a reklám hatásához ezen a módon a gyerekek által ismert műfaj kapcsán közelítünk, ugyanis a reklám és a mese között nagyon-nagyon sok hasonlóság van, amit hogyha ebben a korban ösztönösen megértenek, akkor ezzel megalapozhatjuk a reklámokhoz való kritikus viszonyt. Két dolog van, amiben a reklám és a mese nagyon hasonlítanak egymásra. Az első az az, hogy mind a kettő egy elképzelt, ideális, hát ilyen mesebeli világot mutat be, ahol minden tökéletes és minden tökéletesen működik. És a másik pedig az, hogy a reklámokban a termék is maga nagyon sokszor varázseszközként működik, és hát így tulajdonképpen ezen a módon egy csapásra megoldja a problémát, ugyanúgy, ahogy ezen a régi reklámrajzon is ez látható. És a bemutatók után következik egy részletes, alapos megbeszélés, ahol fölhívjuk a gyerekek figyelmét ezekre a szempontokra. És ezzel én be is fejeztem, úgy tűnik, hogy egy kicsit gyorsabban haladtam, mint ahogy terveztem. Ezen a képen az alkalmazásboltos feladatnak a végeredménye látható, és ott alul a szavazások. Úgyhogy most akkor várnék nagyon sok kérdést örömmel, hogyha lehet. Igen, ezt mindjárt visszamegyek oda, ahol elérhető, televele.hu/mediapak, illetve a digitális témahét oldaláról is elérhető. Mindjárt visszamegyek a legelejére, ott van a link. A Televele Egyesület oldalán egyébként a többi médiapedagógiai segédanyagunk is elérhető. Az alsó tagozatos korosztály számára a MOPED nevezetű tananyagnak a programjai. Én úgy tudom, hogy ez az előadás fönn lesz a YouTube-on, és akkor újra lehet majd nézni. Pontosan az volt vele a célom, hogy szóban is elmagyarázzam kicsit részletesebben a feladatokat. Egy nagyon-nagyon részletes módszertani leírás van a foglalkozásban is. Ez egy új módszert alkalmaztunk, hogy nem táblázatos formában írtuk le a foglalkozást, hanem nagyon-nagyon részletes, kifejtett szöveg módján, úgyhogy leírunk egy feladatot, és utána azt nagyon-nagyon részletes magyarázat és háttéranyag követi a könnyebb feldolgozáshoz.